Üdv mindenkinek! Készíteni fogok egy nagyon egyszerű, de nagyon ízletes salátát. Paradicsom lesz a fő alapanyag. A paradicsomnál nagyon-nagyon fontos, amikor én elmegyek vásárolni, mindig szimatolok. És a paradicsomnál az illat, ami nagyon fontos. Ha nagyon jó illata van és szép színe, akkor azt a paradicsomot szeretnék megvenni. Elmondom még az alapanyagokat, egy nagyon egyszerű összeállítás van itt előttem. Van egy kis kecskesajt, amit már használtunk, de én nagyon szeretek megmaradt dolgokból varázslatos dolgokat készíteni. Egy kecskesajt, ami Gouda kecskesajt. Van itt nekünk egy darab lájmunk, egy ilyen kis kétszer sült ropogós keksz, ami kenyeret fogja majd kiváltani. Van itt még kevés póréhagyma, amit már összevágtam. Retek, friss retek, egy avokádó, egy kevert saláta, buráta. Itt van egy kevés bazsalikom, tengeri só, fekete bors és koriander mag, és nem utolsó sorban eszpelett paprika és jó minőségű olívaolaj. Ez a titka a legjobb paradicsom salátának, de bele is kezdek, hogy mitől is lesz ennyire jó ez a saláta. Fel fogom vágni előbb a paradicsomot cikkekre, előbb félbe, majd azokat ilyen apró darabokra. Utána a fűszerezés lesz a legfontosabb, ugyanis egy ilyen paradicsomnál, ami ennyire naturális, ennyire finom, nem szabad semmivel se elrontani. Én ez esetben lime-ot fogok használni, koriandermagot, és ezek lesznek az alapja. A lime az ez esetben fűszerként fog szerepelni, nagyon jó kis dressing alap lesz, és nagyon jó lesz a héja, ami aromatizálni fogja az ételünket. Na, következő, előbb felvágjuk gyorsan az alapanyagokat, itt az avokádó. Szépen a késünket beleszúrtam, és körbevágom. Majd nézzétek meg, hogy milyen gyönyörű, gyertek közelebb. Tehát ez az avokádó, ez isteni. Nagyon szép színe van. És igazából egy ilyen salátának a titka mindig az, hogy a legeslegegyszerűbb alapanyagokból össze lehet dobni a legeslegjobb salátákat, csak az a titok, hogy legyen a legjobb minőség. Egy kanállal kiváljom az avokádót. Ha megnézitek, semmi nem marad benne. Ez a kanalas trükk, ez egy jó dolog. Szépen ezt is felvágom. És az ennek az egésznek a lényege, hogy amikor itthon mi eszünk, akkor mi is akarjuk túlzásba vinni. Mi is nagyon gyorsan szeretnénk enni, és nagyon finomat. Úgyhogy nagyon szeretünk zöldségeket fogyasztani, főleg egy ilyen melegebb napon. Nézzétek meg, szépen leszeleteltük a retket. Zöldjét félretesszük. És akkor nincs is más hátra, mint az ízesítés, ami a legfontosabb, kardinális dolog. Tehát amit fogunk csinálni, van itt nekem tengeri sóm, és ezeket a sókristályokat egyenletesen mindenhova felvisszük a paradicsomnak a tetejére, felületére, és nagyon fontos a megfelelő mennyiségű só. Teszek egy keveset az avokádóra is. És az a paradicsom saláta, ami nincs elég só, garantált, hogy nem lesz annyira finom. Akkor megy a tetejére még kevés póréhagyma, ezt szépen csak így lezser módon rászorjuk a tetejére. Majd a kecskesajt. Nem fogunk vele spórolni. Jó ízesítés. A kecskesajt amolyan umami hatása van, egy ízfokozó. Nagyon-nagyon finom, naturálisan is. További fűszerezések, fekete bors. És a koriander mag. A koriander, lime és a paradicsom eszméletlenül jól megy egymással. Csak úgy, mint a mexikói éttermekben. Nekem ez az egyik kedvenc mixem. És kevés eszpelett paprika, aki szeretné, és van otthon egy nagyon kevés, nem annyira erős csilie, az megcsilizheti ezt a salátát, csak hogy egy kicsit dögösebb legyen, belevalóbb. Akkor itt van a burátánk is, akinek nincsen otthon burátája,
az tehet egy nagyon kicsi mozzarellát is az ételhez. A burrattának nézzétek meg, hogy milyen szép állaga van, nagyon teljes, gyönyörű. Úgyhogy ennek a tetejére is tettem már sót, borsot. És ami még hátra van, és a legeslegfontosabb, és most ezt szeretném, hogyha mindenki megjegyezni, a paradicsom salátán a lime-nak a héja az elájulás. Nem is fogok vele szerénykedni, ráteszek jó sokat, szinte egy egész lime-nak a héját ráteszem a paradicsom salátára. Jó, tehát ez már eleve egy ilyen nagyon aromatikus, nagyon szexi, nagyon pikáns dolog. Az eszpelet paprikától egy kicsit csíp is, de nem annyira. Teszünk az avokádó tetejére is. És hogyha mi itthon vagyunk, és éppen éhesek vagyunk, és nem akarunk nagyon nehéz ételeket enni, de viszont nagyon finomakat akarunk enni, akkor egyszerűen csinálunk egy paradicsom salátát itthon. A következő pedig ebből a kis krékörből morzsát szórunk a tetejére. Jó, ezt bármelyik üzletláncba, kétszer sülteknél egészséges kenyérpótlók. És nézzétek meg, hogy mennyire gazdagon van fűszerezve. Van rajta só, bors, eszpelet, paprika, minden, ami kell, fűszerek. És akkor most nem utolsó sorban adunk hozzá olívaolajat, ami ugyanúgy egy ételízesítő. Az az olívaolaj, amelyiket, ha megesszük, és marja a torkunkat, biztos találkoztunk már ilyennel, az nem jó. Egy ilyen füves, citrusos, lágy ízének kéne, hogy legyen. És nézzétek meg, teszünk egy keveset mindenhova. És hogyha most megnézitek közelebbről a salátánkat, na ez az, amit várunk. Ez egy dögös dolog, egy kicsi kenyér ízeffekt van benne. Van rajta fűszer, frissesség. És hogy ezt a frissességet még tovább fokozzam, lime-nak a levét is teszek rá. Ettől lesz meg a savassága. Így ez esetben nem használunk semmilyen dressinget, hanem az olívaolaj és a naturális lime-nak az íze fogja majd a savakat megadni. Keveset a tányérunkra teszünk ebből a salátából, szépen körbe. Így né. Majd ráhelyezzük az avokádót is. Mindenhova egy kicsit. Rátesszük a tetejére a leszeletelt retket. A retek is nagyon jó, roppanós, kicsit pikáns elem. Szép szint is ad az ételnek. És most, ami még hátra van, itt van nekünk ez az íz orgia, ami itt van a tálon, nézzétek meg, ami visszamaradt. Megfogjuk a salátát, és egész egyszerűen beleforgatjuk az ízesítésbe, a fűszerekbe. Ráteszünk egy keveset még a tetejére is. Van itt ebbe spenót, van egy kevés lila káposzta, minden, ami szemszájnak ingere. És amit most fogok csinálni, ezt a burrátát szépen a közepére helyezem. A burráta tetejére még teszünk egy kevés olívaolajat. És ez az én salátám, paradicsom saláta, amit én igazán kedvelek, és 5-6 perc alatt készen is van. Jó étvágyat mindenkinek, próbáljátok ki otthon, és iratkozzatok fel. Sziasztok!